Vásárosnamény kitörési pontja a turisztika, a város üdülőövezete, Gergely ugornya vonzza a fürdőzőket és a vízisportok kedvelőit. A tiszaparti adottságot kihasználja a település, egy stílusváltást szeretnének elérni. Ennek érdekében már átadtak egy 70 millió forintos lapátos pihenőt, vásárolt az önkormányzat egy 10 személyes sárkányhajót, valamint több kajakot és kenut, de további tervei is vannak az önkormányzatnak. A munkaerő helyben tartása érdekében is pályázott a település. Elkezdtük az ipari területünk fejlesztését, ez soha nem volt ipari park, de egy olyan ipari terület, amely úttal, csapadékvizelvezetéssel és világítással nem rendelkezett, épp ezért erre pályáztunk, és 510 millió forintos forrás sikerült erre lehívnunk. Ezen beruházás jövőre indulhat majd el. Ugyanakkor, ha tovább haladunk, akkor a turisztikai fejlesztések nagyon fontosak voltak eddig is. Nyilván voltak olyan lapátos pihenőjes fejlesztéseink, amelyeket már lezártunk, de a topokra visszatérve jövőre elindulhat egy olyan megyei szintű turisztikai program, 1 milliárd 300 millió forintos nagyságrendben, amelyből 161 millió forinttal tudjuk a tiszapartunkat fejleszteni. Ezáltal közösségi tereket, játszótereket és olyan rendezett tiszapartot szeretnénk varázsolni Gergely-ugornyára, amely ide csábítja a vendégeket. A helyi fiatalok segítésére 180 millió forintos pályázatot nyert Vásárosnamény önkormányzata. Az Esély Otthon elnevezési programban országos szinten 11 milliárd forint áll rendelkezésre, ebből 66 települést támogat a kormányzat. Ebből az összegből különböző programokat tudnak megvalósítani, és lakásokat alakíthatnak ki az önkormányzatok. A program célja, hogy a vidéki Magyarország is népszerű legyen a fiatalok számára, legyen perspektíva az otthonmaradás. Vásárosnaményban például 16 fiatalt érint, hogy a Gólyafészek nevet viselő programnak köszönhetően 8 önkormányzati lakást használhatnak a fiatalok, ebből 3 felújított épület, 5 pedig idén épült. A program létjogosultságát az is jelzi, hogy egyre többen élnek a településen. Vásárosnamény lakosság száma évek óta nő, pár évvel ezelőtt 8300-an laktak a városban, ez hamar megnőtt 8500-ra, jelenleg pedig már a 9100 főt is meghaladja a Berek fővárosában élők száma. Vannak olyan projektjeink, amelyek már lezárultak, illetve lezárás közelében tartanak. Ilyen az oldafejlesztéses programunk. Itt 2 csoportszobával, logopédiai szobával, tornaszobával, játszótérrel sikerült javítanunk a gyermekeink mindennapjain. Tudjuk azt, hogy a gyermek a jövőnk záloga, épp ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az oldában a mindennapok során a gyermekeink boldogan tudjanak élni, és mindent megadjunk nekik. Egy másik ilyen terület, amire oda kell figyelni, ez a 2. szegregátum fejlesztése. Ezen program keretében szociális közösségi tér kialakítása, valamint szociális bérlakásoknak a felújítása szerepelt, illetve járda, útépítés és csapadékvizelvezetés. Ez a projekt is a lezárásához közeledik. Szinte már a műszaki átadás utáni percek és a hiánypótlások szakaszát, fázisát éljük, hiszen december 31-ével pedig lezárul a kerékpárút fejlesztésünk. Itt Vásárosnamény központi részét kötjük össze Kisvarsánnyal. Ezen projektnek nagyon fontos feladata az volt, hogy a városlakók mindennapjait megkönnyítsük azáltal, hogy kerékpárral tudnak beközlekedni a városközpontba, elérhetőek a hivatalok. A településen a vendégészakák száma közel 15 ezer, hétvégi napokon akár 5-6 ezer fiatal is megfordul a Tiszaparton a nyári időszakban. Vásárosnamény korábban már több díjat is nyert a Magyar Marketing Szövetségtől, díjazták a Zoár napi rendezvényüket, az adventi adománygyűjtésüket, de arculattervezés kategóriában is kitüntették a Berek szívét. A település az 5-ös kúria felújítására már többször pályázott, most azonban forrást nyertek az 1720-ban, 5-ös Miklós Vásárosnaményi báró által építtetett kúriára, amely jelenleg műemléki védelem alatt áll.